Tisztelt doktor úr, azt hallottam, nem tesz jót a kutyának, ha megfőzött vagy megsütött hús csontját öntök oda neki. Ez tényleg így van? Köszönettel, Ferenc. No, ez nem teljesen így van. Tehát a megfőzött hús csontja az attól függ, hogy milyen állagú a csont, azért elfogadható és időnként csemegeként fölkínálható a kutyának. Minél szivacsosabb a csont, annál inkább, minél keményebb, minél inkább nagyobb állatból való, annál kevésbé. A mértékre mindenképpen fölhívnám a figyelmet. Tehát a csontetetésnek a kulcsa a mértékletesség. Ha keveset adunk, és azt ilyen csemegeként kínáljuk, és ez ráadásul valamilyen könnyen emészthető, jó, könnyen szétrágható, szivacsos csontállományú valami, akkor azért abból kínálható nyugodtan, akár napi szinten is, de nagy mennyiséget, túlzott mennyiséget ne adjunk sose ebből. Amit ide fűznék még, az ünnepi betegségek témaköre, amikor lemennek a nagy ünnepek, például a karácsony, mindig megjelennek az állatorvosi rendelőkben azok a kutyák, akik az alatt az idő alatt, amíg az ünnepek lezajlottak, halálra voltak etetve, gyakorlatilag mi ezt így szoktuk mondani, hogy halálra etették. Ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségű csontos húst vagy csontot kaptak az asztalról leesvén, kvázi, hogy nem tudták megemészteni, túl nagy volt a mennyiségvel, túl sokat kaptak belőle, túl sokáig. És ilyenkor nagyon-nagyon súlyos bélsárrekedések, akár a bél teljes elzáródása is létrejöhet.